Szóval, ha kész vagy. Sziasztok! Sajnál készen állsz? Először Nem érem. Meg. Remélem. Csak meg mindenkit. Megint képet Minden adtam be. A megújult stúdiumból, Szőulból jelentkezünk éppen. Még <coughs> egyszer uh, köszöntünk mindenkit, szia Schaller, hello. Um, hello! sziasztok, szép estét mindenkinek! Igen, Schaller nézők is, uh, nektek is hello, hello! És ahogy megszokhattátok, jelentkezünk a... Igazából most, most még csak második retroadásunk, de ez majd sokáig el fog nyúlni. És összességében a negyedik pont, most beszélgettük, hogy van ez már, negyedik talk Negyedik, igen. Igen, és a mai este a 94-ben megjelent, vagy hát nem feltétlenül a 94-ben, de abban az időszakban megjelent játékokról fogunk megemlékezni. Um, megint csak hoztunk egy kis videót, amit le fogunk majd játszani, illetve uh, beszélgetni és elmélgetni fogunk ezekről a, a játékokról, kinek mit jelentett, mivel játszottunk, miről csak hallottunk, miről abszolút nem hallottunk, és így tovább. hogy te hol voltál 94-ben? Kezdjük ezzel. 94-ben. Várjál csak. Uh, akkor még szakközébe Még szakközébe talán pont negyedikes voltam. Harmadikos, negyedikes valahogy így. Akkor már volt saját pc és akkor Nem, arra nem, nem, a ját, nem, 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 nem. Akkor még nem. Az első az saját, saját PC-m az, az majd csak 98 tavaszán sikerült összekukázni az első saját Pentium 1-es. Pentium 200 MMX PC, mert az nem mindegy, akkoriban jött be az mmx és akkor volt a sima Pentium processzor, meg az MMX, és az MMX... Hát az már az különbséges és annyira ki volt ze minden, hogy inkább megvettem a TX-es alaplapot a VX-es helyett, mert a TX-es volt a jobb. Akkor még csak ilyen variáció volt, nem úgy, mint most, volt VX, meg TX, kész. És abba belement a Pentium, az Intel, belement az AMD, minden belement. De a TX-es volt a jobb, és a TX-es drágább volt, azt megvettem, és emiatt két hónapig nem volt hangkártyám. Mert arra már nem tellettem, miatt, úgyhogy hú, akkor nagyon, nagyon ki volt pécízen, és akkor két hónapig némán. Na, Készülünk ez... most uh, itthon a lockdown hogy mondjuk csak, még csak tavasszal lesz, de már a, a, a régi dobozokat, és találtam egy olyan uh, árlistát 90-ből, amikor még a, a két uh, gigabájtos, nem is tudom, le, le, lehet, nem is gigabájtos volt, de azt hiszem két gigabájtos Winchester volt valami 70 ezer forint. Jújújújújújújújújújújú. Aztán megkezdődött, hogy 90-es években ilyen árak voltak. Most meg, most meg a nem tudom, a, 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 a 8-12 terrás. SSD-k vannak 20 ezer forintért. Hát, igen. De most, ha azt Ekkor nézed, hogy egy... a volt. Amit ugye az útka is beszéltünk, hogy akkoriban egy dűne kettőhöz kellett egy komplet asztalra való PC, hogy játszod, most meg egy böngészőbe egy mobiltelefon eljátszod. Hát De... igen, egy emulátor. Egy böngésző van, így van, igen. <laughs> Úgyhogy ez ég Láttam egy képet is, ahol le volt fotózva az IBM-nek az egyik épülete, ahonnan éppen 50-es években hoznak ki egy, nem is tudom mekkora volt valami, 5, lehet, hogy hülyeséget mondok, lehet még ez is sok, mondjuk 5 megabyte-os merev lemesz, ami akkora volt, mint egy szekrény. És két ember ilyen gúrtival, mint a bútorok, a szekrényt azzal rakták föl szépen a teherautó hátuljára, és ö, mellé van rakva egy kép, hogy most egy öt 5 megabajt, hagyjuk. <laughs> hogy egy SSD kártya egy ilyen pici szar, ami egy mobiltelefonba így valig lehet beletenni, mert olyan pici, és hogy azonnal a már gigabajtok -ok vannak. Igen, Tehát, igen. Azért azért. Hát, nagy nagy... Ki tudja, hogy mi lesz még itt 20 év múlva? Tényleg már a, a nyomba beültetett csíp lesz? Az. Vagy nem is tudom. <laughs> hát jön a, jön a, jön a Shadowpunk, illetve mi volt, a Cyberpunk, meg a Shadowrun korszak, ugye a húzalozás, meg a, a kiberbeültetések, akkor egy jackdugóval, vagy egy dzsugóval be a targódba, és rácsatlakoztál az internetre azonnal, is bent vagy virtuálisan, tehát ki tudja, ki tudja, hova jutunk, ki tudja. Mi most, no. hát uh, egyébként e, a, más, a fár... már bőle. kísérleteznek ilyen, ilyen agyba ültetett csipekkel, én úgy tudom, hogy tehát tényleg lehet, hogy ami a, a 90-es években volt ez nagy divat, ez a Shadowrun, meg ezek regényekben ez a világ, meg a szerepjáték, és a végén lehet, hogy tényleg egy részben megvalósul, ki tudja. Egyébként csak, csak egy sneak peek kedvéért, a, most, a mostani videóban is, most már nem sok telefon fogunk játszani, lesz egy, egy cyberpunk itlete iklette játék, nem arról, már, hogy micsoda, de szerintem mindenki rá fog majd jönni, és ö, beszélgetünk is ezekről a játékokról majd, amik a videóban ö, megjelennek. Készen állsz? Ö, fogjuk rá. <laughs> Jó, akkor szokás, szerint hoztunk egy ilyen 6-6,5 perces videót, ezt most uh, lejátszuk egyben, és akkor ezekről fogunk beszélgetni uh, a későbbiekben, meg persze azokról is, amiket esetleg ti hozzáfűztök uh, a, a mondandókhoz, úgyhogy legyetek aktívak cseten is, és, és, mindenhol. Úgyhogy akkor én részemről készen állok. Mert. Most? Uh, igen, akkor, akkor induljon a videó, jövünk egy 6 és 6, perc múlva körülbelül azt hiszem annyi lett a videó. Steel becoming one. You, know, you waxed my ass. Congratulations. Na, hát ez volt a, a kis válogatásunk ebből a 91-es évből, és ezt le kell szögezzem, hogy ugye ezen kívül még nagyon sok másik játék megjelent, folytatások és új játékok, de szerintem, ez, az a véleményem, ezek voltak azok a nagyon ö, ö, meghatározó vagy befolyásoló játékok a 91-es évből. Mit gondolsz erről a felhozatalról? Hát van egy pár, amit most látok életemben először, hozzá <laughs> kell nem. Ez az Earth for Gym, ezt csak úgy, úgy nagyon halványan rémlik, hogy valami valami volt akkoriban, talán valami számítógépes újságból olvastam róla. Ez az, ez a kukac ember. Elkezdeni a kis videót is. Lubban, ugye? Hát tulajdonképpen még ismeret a hangot róla, és akkor... Amint megtalálom, hol van. Jó, Ripeti közben, hello, hello. Szia, Márk, hello, sziasztok. Na igen, szóval mi, a vélemény ezekről a játékokról, amivel játszottál, akkor, maradjunk azok, azoknál. <laughs> Mi az, hát, ami, ami, ami leginkább kiemelkedik ebből a felhozatalból? Nekem, ami, ami emlékezetes, ugye már említettem a Warcraft, ez az első része, ehm, és ezzel később játszottam, mint a másodikkal, úgyhogy ehm, hogy már, úgy becsületből végig is játszottam, voltam. mert a második azért grafikailag már kicsit előrébb van, és, és hát látszik, hogy a sokat fejlődött, és igazából akkor még csak egy év kellett hozzá, mert egy évvel később, decemberben már kijött a második rész. Úgyhogy a Warcraft 1 az nekem annyira, igazából talán egyszer végigjátszottam. Mert akkor ugye még nem volt egy multiplayer, hanem akkor a aztán kész, az AI is akkoriban olyan szinten volt, hogy jó, tegyük hozzá mostanában is önnek is sajnos még olyan játékok, hogy az AI vetekszik a régieknek a minőségével. Hát, na. Hát előfordul, igen. Talán ez a Warcraft 1 volt az első ebben a, az RTS Skat, nem igazából, még, még, a Command Conquer is ugye egy évvel később, amiben nem volt még multi, de a következő részektől meg már beletették a fejlesztők a, a multi opciót. Ha, ha nem is neten keresztül, de lanon keresztül volt már benne opció. Uh -huh. Jó, lény, létezett akkor is multiplayer, csak nem volt még annyira kiforrott, meg nagyon kevés játékban. Tehát, annak idején emlékszem, hogyha egy gép felett telepítve egy rendszer, akkoriban én nekem azt tanított egy nagyon jó ismerősöm, hogy ha egy gépet le akarsz tesztelni, ez akkor, lehet, hogy most is igaz, de akkoriban pláne, ha egy gépet le akarsz tesztelni, mennyire stabil játszál rajta valamivel, mert akkor a játék, főleg hálózatos játék az húzza meg a legjobban a gépet, és ha az húz rajta stabilan, akkor nagy baj nem lehet. Akkor jó, jó vagyok a jövőre nézve. Azaz, és akkoriban is volt már valami, mi is volt a neve? Deskent? Valami? az ami volt, és abban volt a a multiplayer rész. Ö, igen, volt, uh, volt, egy, volt egy Descent nevű játék, de azt hiszem, hogy az ilyen 99-2000 környékén jött. Nem a Descent Free Space-re gondolok. Nem egy volt, másik. volt, egy sima, aminek az a cím, volt Descent, Descent. De ez biztos, hogy még korábban volt. Na mindegy, nem is az a lényeg. Um, megmondják itt, hogy melyik az. <laughs> Remélhetőleg. És még nem is biztos, hogy ezt csak nekem valami az ugrott be. Úgyhogy azzal tesztelgettük, hogy minden fasz el, meg hogy stabil a Windows. Hát régebben ugye sokkal több lehetőség volt arra, hiába volt egyszerűbb az oprendszer, viszont nem volt annyira kiforrott, és hogy instabil, stb. stb. És ezt játékokkal teszteltük, hogy ezzel azzal a játékkal lehetett vele stabilan játszani, mint fél órát, egy órát, akkor nagy baj nem lehetett az egész géppel. De mondom, ezek közül, amit a videóban van, nekem ami ami emlékezetes az a Warcraft 1 illetőleg, amivel ugye nem játszottam, de hallottam róla, csak hát akkor saját PC-m nem lévén, e, és azzal nem tudtam eljátszani azt amúgy, mint a, mint a Dune mert ennek a kiterjedés lényegesen nagyobb volt, ami az utolsó a videóban a Wing Commander, ami akkoriban egy irdatlan grandiózus játék volt. Egy borzasztó grandiózus játék volt, nem tudom hány lemezes volt, már CD-n azt hiszem, e, és az volt benne a legnagyobb pláne, hogy hát egyrészt, de ezt most Fettnek kell mondjam, mert ő nézett ennek jobban után, de hogy borzasztó nagy költségvetésből készült akkori játékfejlesztő büdzséghez képest, Igen. és több, mint hát látszott is a videóban, hogy színészes átvezető videók vannak benne, tehát színészekkel játszották el a, a videókat, nem grafikával volt megcsinálva, és az, hogy több volt benne, több órányi videó volt akkor a játékban, tehát órába végignézve az összes videóját, több volt, mint maga effektíve a játékmenet. Úgyhogy ez egy, egy, egy abszolút egy, egy unikum játék, a mai napig nincs ilyen, az volt szinte az utolsó, de mint azt látjuk, hogy már harmadik része, ami akkor megjelent 94-ben, tehát előtte már volt kettő, ez a Igen, harmadik, ez az, az ö... kilógott a sorból. Nem, nem is tudom pontosan, hogy a másik, meg az első, az mikor a datálódik, de ez a három, eh, ahogy mondtad, eh, ez volt a... Hát, ha szerintem az idei, vagy ha abban az időben a legdrágábban elkészült videojáték több mint 4 millió dollárba került 94-ben a fejlesztése. Ami a mostani inflációk megfelelően azt írták itt a Wikipedia, hogy most, most ilyen 10 millió dollár körül lehetne az ára a totális fejlesztésnek. Illetve tudod, hogy most itt puskáznom kell hirtelen, hogy ki volt a, a játékban a. a a fő karakter, akit irányítunk, de hogy őnek ki volt a hangja, ki adta a hangját. Azt mondja, a kolonel Christopher Maverick Blair névre hallgat a, a, a főhős. tudod de ki volt a, a hangja? Üha. Ja. Nem. Egy bizonyos Mark Hamill. Ó! Oh. <laughs> ezt a hangját. Igen. Igen, Luke Skywalker. Ez annyira Illetve nem meglepő mondjuk, de... Ja, érdekes. És van egy kötődés is, amire te is biztosan tudod föl a szemöldöködet egy másik James Taggart ö, ö, nev, ö, nevű karakternek pedig John Rice Davis adta a hangját. Wow, <laughs> Arturo professzor. Ilyen, már akkor ilyen, ilyen színészeket invitáltak meg oda abba, abba a nagy költségvetős videójátékba, hogy elképesztő. Itt most látszik élőképen is. Igen, pont pont az megy a videóban. Ugye be, én... nekem ez a Wing Commander, meg az összes ilyen szimulátor, hogy volt még a TIE Fighter is a, a videóban, nekem ez kimaradt, én nekem a szimulátorok nem annyira a kedvenc típusom, de most, hogy utána olvastam ennek a Wing Commandernek bővebben, lehet, hogy emulátor lesz, ezt kipróbálom, meg teszek vele, nem tudom, egy félórás próbát. Hát mondjuk a, a TIE Fighternek azóta jelent meg remastered verziója, jó, mai szemmel az is csúnya, de lényegesen jobb, mint a mostani, és elvileg az futtatható is újabb gépeken. Um, de ahogy így ezt elnéztem itt a videóban, a Wing Commander-t mondom, ezt én akkoriban sem játszottam, mert nem tehettem meg, nem volt mind, meg hogy, meg stb. Tehát ahhoz képest meglepően jól néz ki, hogy, hogy 94-es, tehát a többi játékhoz képest, amit akkoriban vagy jött ez a Wing Commander, ez meglepően, meglepően jól néz ki, és Ö, jól összerakod. Van egy tippem, hogy melyik az a játék, amivel abszolút nem, amiről abszolút nem hallottál, ez a Magic Carpet, én azt gondolom, Hallani hallottam róla, tehát számítógépes újságokat akkor is olvasgattam ezt, azt is voltak, de onnan vannak töredékek, nem az egyenes tapasztalatból. E, és a Magic el, Carpet el, a egy pont hallottam. Információm, hogy ez a Magic Carpet volt abban az időben az első, elsők között az a 3 d játék, ami, ami megreformálta az ipart, és valahogy innen datálódik a 3D-s játékok korszaka. Tehát a Magic Carpet volt az első ami ilyen, ilyen 3D-s technológiára épült, és abban az időben innovatívnak ö, ö, számított. E, ide egy is nem találtam, de az a Bullfrog készítette, aki ugye a Dungeon keeper is, pont most ez is élőképen van. Ab, abban az időben ez, ez, ez úttörőnek számított ez a grafika. Hát igen, tehát és ez, a... hogy 3D-s játék, ez is meglepődtem. Jaj, várjál, most nálam eltűntél nálam meg tetűntél el, de a Streamlabs megint szétdobott, gondolom, a collab kell megint megszakadt. Igen. Itt teleportáltunk a stúdióból. Igen, hát ez ilyen, most még tartok egy kis nem igaz. <hállt> Adok olvasom a chat egy paradoxia, az ember írja azt, hogy volt még olyan kalandjáték, és ami FMV volt, a Seventh Guest, azt hiszem, ez nem tudom, ez az FMV, az mit akar. Már így nem csoda, hogy ennyibe került ez a játék, igen, ilyen, ilyen átvezető videókkal full motion videó, full videó. a Command and is ugye ilyen, ilyen, videókra épült a következő évben, meg hát ugye még, még csomó másik. A Wing Commander annak idején megkövetelte a veszett 8 megabájtos ramot, ami akkor csillagházati összeg volt. Bizony. Hát, igen. Bizony, bizony. Na, no, elközben nézem, hogy megjöttél, de még nem látja a kollepkem a csatlakozásra. újra, újra kell csatlakozni, sajnos. Most már igen, most már itt vagy megjöttél újra kellett igaz, um, ami nekem meghatározó volt ebből a, a, a az egyértelműen nekem is a Warcraft. Ezt még talán, hát nem is tudom, Flopiról? Flopiról másolt, másoltuk föl uh, Windows 95-re? Vagy lehet akkor még, uh, akkor még DOS volt, az, ugye 95. Igen, tehát még kis flop is volt a, 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 Warcraft. Azt hiszem a Warcraft 2, az viszont már kívül, az már CD jött ki egy évvel később. És ugye nyomtuk ezt a, ezt a 8 bites, meg 16 bites hangot, Soundblaster, nem tudom mind. Jajaj. <laughs> Úgyhogy... Ö, ö, meg Kovox. Hát ezt ugye hát, elektronikai suliba jártam, és annak idején, bocsánat, pont ide passzol, gyorsan beszúrom, annak idején, hát a Kovox az egy, egy nagyon primitív digitál analóg átalakító, gyakorlatilag, nem tudom, 18 ellenállásból általán, meg egy kondenzátorból, és annak idején ezt megcsináltam. Aki még emlékszik a párhuzamos portprinter csatlakozóra, ez a nagy vajszínű, ez a hát, ö, nyomtatókhoz volt ez a baromi hosszú paralel és abba ketté nyitottam, és ott volt annyi hely benne, hogy abba az SMD alkatrészekből meg tudtam csinálni egy kovoxot, és működött. És csak rá kellett dugni a gép párhuzamos portjára, és meg kellett adni a programba, hogy párhuzamos portra küldje ki a hangjelet, ne a sorosra, és működött. Szóval. Akkor ezt Állj, még ennyiből bígat, meg lehetett oldani. <laughs> igen? Um, mit akartam mondani, köszönöm, fedettem. <laughs> Bocsánat. <gül> uh, ja igen, uh, hogy uh, ugye 94-ben jött ki a Warcraft, akkor még DOS volt, de amikor én játszottam vele, az már bőven 96 es év volt, akkor már leköltöztünk ide a vidékre szerintem, uh, és és, a, és akkor, akkor éppen szerintem már Windows 95 volt, én azon, én azon toltam, ugye DOS-os időszakban jelent meg. De hát uh, ott, ott indult el a Warcraft iránti szerelem. Aztán hogy a kettőről beszélünk következő alkalommal 95-ös játékoknál. És a másik, ami most éppen megint megy élőképpen nekem, az Oroszlán király volt, az mivel nagyon sokat játszottam. És megint Á, is az megy. meg. Megint megszakadt, igen. Jó, hát úgy látszik, hogy még a technik az mindig itt haragszik velünk. Hát adjunk mondjuk, hogy mindig beta. Ez a ez a mindig mindig, téma. Ez a collab -cam. Szóval igen, Lion King, én, én a, a nekem az nagyon megmaradt a fejemben, hogy a, az utolsó két pálya, úgy, amikor Zordon ellen, meg a hienek ellen kell harcolni, ez, ez rettenetesen nehéz. Nehéz volt a, töb, a, a, a többi előző hat pályahoz képest. Tehát a hat pályán igazából sics, úgy, végig végigmentünk a tesómmal, ö, ö, ketten nyomtuk a játékot, fölváltva, de az utolsó két pályán egyszerűen nem tudtunk tovább jutni oda, mert szülőséget kellett kérnünk. <coughs> hogy hogy át tudjuk menni rajta. Hogy ez, a, ez, ez a, az oroszlán király volt még, ami, ami nekem meghatározó volt. Illetve az első, ami a, a videóban helyet kapott, az az XCOM nevű játék. Ennek szerintem a, a, a 12-es verziójával játszott mindenki, ami 2012-ben jelent meg. Ugye az enemy, Un, nem is, X, XCOM. Fú, most mi gyorsan a neve hirtelen akartam mondani. Ami már a Firaxis-tól jött. Ja, XCOM. XCOM, uh... de van valami alcibe, csak most nem Ogrigo vasszus. Nem, a, itt a, nem az, az Enemy Unknown megint. volt? Nekem az ismerős nagyon. Lehet, hogy Enemy Unknown, hogy ugyanezen igen. a néven dobták ki, mint, az, mint a korábbi továbbkorában. Igen, igen, akkor az volt a becsapás, mert ugye az eredeti játék is uh, ilyen néven van, viszont az usa más néven jelent meg, ott XCOM UFO Defense néven van. És az Enemy uh -huh. Unknown volt uh, a, az európai 94-es, illetve a 12-es neve is. Úgyhogy szerintem többünk azzal játszott először, a 12-es verzióval, de ez az XCOM UFO Defense volt az első ebben a, ebben a sorban. Egyébként ez a 91-es év azért is érdekes volt, mert nagyon sok játékból az első rész itt, itt jelent meg. Mint például ugye az XCOM-ból, akkor a Need for Speednek is itt volt az első része, ami aztán később elvesztette a D nevet, és már csak Need for Speed lett. De ugye itt még az első az The Need for Speed volt akkor olyan volt, mint a System Shock, a Doom 2-nek itt jelent meg a folytatása, Mortal Kombat 2 is itt volt. Úgyhogy ez, a, ez az év, ez, ez bővekedett első neves sorozatos játékokból, illetve már második részekből is. Úgyhogy ez, ez egy érdekes, érdekes év volt. Én szóval meg kell még gyorsan a FIFA 94-et is, ugye a futottak még kategória, ha, ha hanem egyszer nem találtam a Youtube-on olyan minőségű videót, amit be lehetne tenni ebbe, a legnagyobb is 480p-s volt. <laughs> Tehát, annyira régi felvételek van meg ezekből. Hát nézd, lehet, hogy pont az lett volna a buli, mert akkor látszik, hogy hogy nézett ki ez annak idején. És hát <laughs> na, ma szemmel, aki nem élt akkor, az, az nem tudja. Sosem voltam a... nagy fifás. Nekünk Igen? az akkor Mondjuk. az volt az a top akkoriban, ha milyen grafika, az el voltunk kájúva. Mint én most az avatártól. 25-30 évvel ezelőtt, akkor ez volt az a grafikai szint, amit aha, tehát kurva sok minden változott, és nagyon sokat, és most így visszatekintve rá mi korosztályunknak, akik annak idején ezt élőben játszották, főleg mikor olyan játék, amit 30 éve nem láttál, és újra megnézed most mai szemmel, és, és elcsodálkozol rajta, hogy ez hogy lehet ilyen csúnya? Tehát ugye az emlékek megszépítik, a, a, vagy az idő megszépíti az emlékeket, és mai szemmel megnézed, és ez, ez, ez mi ez? <laughs> szóval igen, mai igen. szemmel azok a játékok olyanok, mint most a Minecraft. A Minecraft az, az direkt ilyen. Azok meg azért voltak ilyenek, mert ennyit tudtak. Ebben mm. hát, itt nézem amit 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 Denver beírt a Sid, Sid uh, Myers féle Pirates, uh, lehet hogy az is egyébként ebben az évben jelent meg itt a listában, nekem nem, nem jött föl. Uh, azt mondja, hogy az hmm. első, az első amit itt hirtelen kidob nekem, az 2004-es kiadású. Nem. A a Sid Myers Pirates az már volt C64-en is én azon játszottam sokat. Volt korábbi? Igen. Az már már volt jóval korábban. Uh, illetve később aztán volt egy újrakiadás a PC-re, ami Tudod, már... 93 as igen, igen, megtaláltam most. Uh -huh. um, csak akkoriban még C64-en volt, és azon tudtam játszani a pirates Szerettem is nagyon, és mindig próbáltam rekordot dönteni, de ugye valahogy meg nem lehetett azt megcsinálni, hogy mikor a 600 ezer aranyas vagyonod volt, akkor az egészség tök mindegy, mit csinálta idő után, már elkezdett lázadozni, hogy most már jól lenne szétosztani úgyhogy nem lehetett a végtelenségig rabolgatni, meg fosztogatni, és egy idő után a játék azt gondolta, hogy akkor téged most nyugdíjaz, és az addig elért eredményeid alapján eldöntötte, hogy a visszavonulásod után mennyire voltál sikeres kalóz, hogy koldusként engősz tovább, vagy akár eljöttetted el odáig is, hogy annyira sikeres volt el, hogy valamelyik országnak a kormányzója lettél egy településen. De én, ezt nagyon szerettem, és utána kijött, amit most mondtál a 2004, vagy, vagy mikor valahogy jött egy újra kiadás most belőle. Az, az megint csak jó, és a szépen, sőt, egy kicsit föl is javítottak dolgokat, meg voltak olyanok benne, ami régiben nem. Tehát az újban már van olyan, hogy táncolni kell a, a bálon a, a kormányzó lányával, és mennyire sikerül eltalálni a tánclépéseket, ami fölvillannak ugyanazt a gombot kell nyomni. Ha, ha nem léptél sokszor a lábára, akkor nagyon megtetszettél neki. És akkor volt egy opciót, hogy elvetted mondjuk feleségül ha a kormányzó beleegyezett, és akkor onnantól kezdve abba a kikötőbe visszatérve, ahol ő lakott, mindig kaptál információkat tőle a, a helyzetről, illetve hogyha nem vetted feleségül, akkor is meg lehetett az, hogy hát ő már pedig akkor is beléd szeretett, ha tetszik, ha nem, és onnantól kezdve ugyanez megtörtént, hogy abba a kikötőbe újra befutva kaptál tőle információkat, hogy mi újság, meg híreket, amiket amúgy nem szereztél volna meg másképpen, úgyhogy uh, kurva jó az a játék szerintem Sid egy legenda úgy veszük hát játék ő, ő készítésben. Ő ezek ez a típusú stratégiákhoz, meg menedzselős játékokhoz. Hát, ugye nem, nem csak a, a Pirates közül a hanem a Civilization is a leg, legismertebbek közül. Így van. Tehát alapban mindig egy kicsit ezeket a, 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 a grafikás, tehát ő soha nem törekedett arra, hogy mennyire élethű legyen a játék. Inkább az, hogy időtálló és egy rajzfilmszerű grafikával, de szórakoztató és relatíve egyszerű. Tehát a másik, amit imádok tőle, az a Railroads, a, a, amely vasútmenedzselős, hasonló szintű grafikával van, mint a, a, az új Pirates, akkor volt neki két még hexás stratégia játék, a picik Fidérestétel, ha valakit érde szereti az ilyeneket, ahol a Európai Fronton és a Csendes Óceánon e, repülőkkel kell harcolni, ilyen hexás, lépegetős hasonló, mint a Civilization. Az is ilyesmi szintű grafikával van, tehát e, a Pali nagyon tud mm. valamit, mert úgy tud játékot csinálni, hogy egyszerű legyen szórakoztató, és ne legyen meg le kézenet képigénye. Tehát szerintem ezeket most már már jogos telefonon el lehetne játszani. Ez még egyébként mindig nem az az év, hogy év, évek lesznek, amikről én sokat tudok beszélni. Én, ugye én nagyjából ilyen 2000-es évek környékén kezdtem a, a, a PC PC-s játékkarrieremet. Ezek, amikről beszélünk, meg videók vannak, <coughs> ezek, ezeket csak utólag ö, néztem meg, és ugye akkor már nekem volt egy egy grafikai elvárás, amit ezek a játékok már nem tudtak teljesíteni, úgyhogy nem, 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 sokat, nem sokat játszottam velük, de, de így, így, így jó vissza, rájuk, hogy úristen ilyenek is voltak. A nagy veteránok, ugye, mint, mint Denver is, meg te is, akik már korábban is nyomtatok ezeket. Én még, még, én még annyit nem tudok ezekről elmondani hát a marha sokat én se, tehát látom, is egy kicsit úgy, úgy, úgy csalok, úgy mondták, csúszok elfele a később időszak fele az idmely és társaival, mert az az időszak pont az volt, amikor már létezett PC, már jöttek ki játékok, és hallottam róla a legtöbbről, de játszani igazából nem tudtam velük, mert nem volt mivel. Kértem, hogy a Warcraft 2, ami hiába akkor jelent meg, később, mikor meglett a saját PC-m, akkor is előszedtem, és játszottam el nagyon sokat, mert ez egy olyan szintű játék volt, hogy egy kötelező darab és utána ugye a a folytatása majd később a StarCraft, de az már másik történet. Igen, az, oh, az most hirtelen nem is tudom, de az is már inget 98-9 környékén. nekem 9. is úgy rémlik, 98-as. Igen. 98 mi az, amit még el tudok neked érdekességként mondani? Nem tudom, megtettem ezt szót a Mortal Kombatról, ami ugye szintén ebben az évben jelent meg az elsőt, azt kibeszéltük az előző rész alkalmával. És a Mortal Kombat 2-ben jött, jöttek új karakterek. Ugye alapból azt hiszem, hogy 7 karaktert vonatott fel az első rész, ebben meg már jött azt hiszem, hogy 5 vagy hat új karakter új kivégzésekkel, új uh, harci technikákkal, mozdulatokkal, ezt mennyire nyomtad? Ez sem annyira? Én egyáltalán nem. Nem voltál verekedős típus <laughs> ezek szerint. Azt mondom, egyrészt nem is volt mind, másrészt meg a, a múlt színben már említettem ezt a múlt, mert akkor szóba került, ugye, hogy egyetlen egyszer játszottam bele, azt se egy ismerősömnek volt valami konzolja, játékkonzol, és akkor azon, de hát ő neki volt tapasztalat a kontrollerbe, nekem azóta sincs, tehát akkor a kezembe nyomták, hogy kell kezelni, és akkor verekedjünk. Hát nyilván állandóan rongyá voltam verő pillanatok alatt, úgyhogy sikerélmény nem volt. És akkor hát ugye el is eresztettem a témát, úgyhogy nekem az nem. Tehát láttam, hogy marha látványos, pláne most az újabbak már, csak valahogy, valahogy nem. De verekedés, játékban, ez a fajta verekedés, az oldalról mutatom, hogy szétvegyük egymást, mint a Street Fighter is volt, ez nekem úgy nem. Ez, sose volt a... Inkább a belső nézetes, meg a, meg a harmadik személyben nézetes játékok később ami, ami, jobban ö, érdekel. Ez, ez az oldalról verekedős, ez, ez nem... Ez nem, nem tudom, Egyi, valahogy ez nem olyan az én is jelent kíruson. meg most a 90 es évben egy-két cím, csak elég csak mondani ez Elder Scrolls Arénát is, ami, ami belső nézetes kalandjáték volt. Ez nem vettem bele a videóba, mert szerintem ezzel az arénával sokan, sokan nem, nem hiszem, hogy játszottak, bár lehet, hogy, hogy nincs így, és akkor elnézést kérek de, de volt itt, jelent, jelent meg, meg belső nézős akciójáték is, kalandjáték. már közben írja, én nem vagyok veterán 97-es lévén, de talán az első játék, játszottam, az a Jack, Jazz Jack Rabbit 1 volt. Ö, igen, a létezik, én, én a kettővel nagyon sokat játszottam a, a Jazz Jackrabbit kettővel 2-vel. Ez, ez, is talán egyébként ö, igen, ilyen, ilyen 2000-es 1000-fordulós ez, játék, 99 lehet. Ennek majd ut, utána, utána nézek. Tomi írja közben, hogy a, 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 kicsit már a cseten fölgyújt a dolog, hogy a Wing visszatérve, hogy ugye nyilván az élet nagy költségvetésű, mert ilyen kaliberű színészeket, szinkron színészeket meg kellett fizetni részben, meg ugye a, leforga, forgatni a, a film és mindent. Említettük, baromi sok volt belőle. Ehm, hát abban a kor technológiájáról izaszlot és társait. Az izaszlot az már nekem is kifutott, tehát az én pc már talán csak mutatóba volt izaszlot, de a 90-es évek elején, igen, ez a 90, amikor ezek a játékok futottak még, mint, a, mi ami most ez a Warcraft 1 és társai, akkor még az izaszlot az, az futóba volt valóban a PC-kben. Hát e, baszott csatlakozó volt, körülbelül kétszer olyan hosszú volt, meg kétszer olyan vastag, mint mondta a PCI Express, és eleinte az volt. Csak utána jött a PCI, sima, aztán jött az AGP, ami az Intelnek a találmánya, 97-ben jött az már viszont később, és akkor arra épült majd a PCI Express, és a PCI Express kiszorította az agp tehát az azért nem maradt meg. Most erről eszembe jut otthon, talán még van egy AGP is 6600-as kártyám fekvő, ha valakit érdekel, még működik, azt hiszem. való. Igen, tehát már vagy 10 éve nem lett bekapcsolva, de működő állapotban lett kiszedve egy Nvidia 6600-as Uh, sziasztok, Ittadja. közben, Hello! Uh, Denver még írta, hogy uh, visszatérve a uh, Mortal Kombatra, hogy Játéteremben ott nagyon nyomta, ott nagyon érte verekedéseket, ugye ez Arkádra is, és igazából Arkádra jelent meg a Mortal Kombat sorja uh, legelőször. Meg a Cyrix CPU, ez volt a harmadik az Intel és az AMD mellett, de egy hulladék volt. Igen, a Cyrix az akkor is legendásan hulladék volt, uh, az maximum irodai gépbe szövegszerkeszteni, meg ilyesmire még használható volt, de az, hogyha valaki az a bármi is akar csinálni, akár játszani, meg pláne az felejtőt a Cyrix, az, az, nem is ugott sokáig labdába, pár évig futott, aztán el is engedték szerencsére. Az IBM-nek volt azt hiszem, a saját fejlesztésű, de nem köszönöm meg rá. Hát én, én nekem még a népsérémnék pedig azért Denver, ez benne voltunk a, 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 játszásba, de, de ez a nép nem mond semmit. <laughs> hát nem csodálom, tehát el, nem, pont azért nem terjedt el, szar volt, de, létezett, lehetett kapni csak éppen. Hát aki olyat vett, az, az vagy rohadtul nem értett hozzá, vagy bepaliszták. Tehát az, az, tényleg egy katasztrófa processzor volt. irodában maximum. Még lehet, hogy a, az Office elődje se futott jól rajta, vagy nem ment volna rajta. <laughs> hát nem tudom, lassú is volt, instabil instabilis, minden baja volt neki. Tehát semmit nem tudott pozitívumot felmutatni, azon kívül, hogy esetleg olcsóbb volt, mint a többi, de hát az olcsó húsnak híg leve kategória. Valamit akkor se érdemes megvenni, ha olcsó, mert már csak szívás van vele. Az a, olyan volt. A, a pong, a pong talán elfutott volna rajta. hát az visz mi az, Van 70-es évekbeli játék, tényleg, amikor két csúszka ver vissza az, labdát. Azaz, azaz, azaz. Asztali tenisz hát akkoriban azzal szórakoztunk volt, hogy órákon keresztül, mert nem volt mihez viszonyítani, akkor az volt a csúcstechnika, és az rohadtul le tudottam kötni, hogy, hogy két téglalapot a képernyő két szélén mozgatva egy joystickkal, és nem volt ilyen, hogy előre, föl le, kész. És pattogott a labda, és nem volt szabad kiengedni a képernyő és ezek két ember el tudott játszani órákig. Szóval volt ennek ez... egy, egy, egy ö, ö, hát valószínűleg a pongból jött az, az ötlet ennek a játéknak, ennek ennek sok eszembe ütne neve, de ez úgy működött, hogy alul az alsó részem volt egy ugyanez ilyen pad, és vissza kellett ütögetni a labdákat, és ilyen téglákat szedtél le, Aha. és volt hogy, volt, hogy több labda jött, volt, hogy megnövegedett a, a méret a visszaütőnek, arkanói az tényleg, az. Enge, lehet, hogy az volt az, igen. Azaz, az, 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 az C64-en volt olyan belül, és ott játszottam, de szinte korábban volt tévéjátékon, csak azt adták meg később számítógépre. De igen, azt igen, is, igen, igen, emlékszem rá. Emlékszem rá. Hát igen, ez, ez, meg már nagyon ősi idő. Ez igazából most így, egy kicsit megragadtunk, mert ez a 94-95, ez még az időszak, amikor még nem volt sok. sok igen, sok itt még igazából csak első videókat tudunk mutatni, még, még, sok, sok tapasztot nem tudunk megosztani, de majd ahogy, ahogy haladunk előre, lehet, akkor összevehetjük a 95-ös, 96-os évet következő alkalommal, és akkor hogy nagyobb léptékkel tudunk haladni, Igen, egészen addig, amíg, amíg eljutunk oda, ahol, amiről tudunk beszélni. Érdemes lesz összehúzni. Aztán később meg majd az lesz, hogy egy év lehet nem is fog beleférni egy toksóban, mert már annyi megjelenés lesz, hogy későbbiekben, később hogy igen, igen. nagyon sok mindenről lesz, amit, amiről lehet megemlékezni. Ugye, emlékezni. hivatalosan ö, Szivar is, is része ennek a talk nem tudott most részt venni ezen sajnos, tehát ugye ha ő is meg tudja osztani a, a, az információit, meg az észvétel, akkor, akkor ö, azzal is, azzal is ö, sokat nyerünk, nyernénk. Hát így van. Uh, ebben az időben még a Commodore uh, világából lehetett rendelni kalózprogramokat, programokat, uh, kazatán és flopin, postán küldték ki. <laughs> még rendelni is, mert akkor még nem volt rá törvény, tehát nem, nem, volt, nem, nem tudták hova tenni, és évekig nem volt ez szabályozva. Úgyhogy a bolha piacokon is, ugye hétközben volt rendes piac, és akkor szombaton vagy vasárnap attól függ, melyik városrészben vagy kerületben hol. Nálunk vasárnap volt bolha piac, reggeltől délig, és ott is álltak kín az árusok, otthon másolt kazettákkal, összemásolt játékokkal, tört játékokkal, ugye, hát nyilván nem jog tiszta, akkor még ez nem olyan számított. Hát akkor még igen, igen. És akkor ott lehetett vásárolni, sőt olyan is lehetett, hogy akkor egy kazettára fölfér több játék, akkor fölirattad, hogy ez meg ez meg ez meg ez meg ez menjen rá, és akkor következő hétre kihozta neked a összerakott kazettát a saját állagatásodból, vagy amikor hogy sikerült. Életel sokszor volt az, hogy hibás volt a lemez, mert ugye mágnes lemez, és kicsi mágnes kerül a közelébe, akkor utána megdöglött, és már nem lehetett beolvasni. Uh, akkor az, hogy visszavittet, hogy hibás a lemez, és akkor cseréljék ki. Tehát ezek a régi szép idők. Ugye annak idején a Petőfi csarnokban volt ennek nagy uh, forgalma. Pont ezt, igen. Pont ezt írja, most nem Pecsában a Petsában volt, amíg a Amiga lemez beszerző hely 120 forint volt per lemez. <laughs> azaz, azaz, azaz. Az. Én személyesen oda, talán egyszer jártam, mert nekem az nagyon messze volt, de ismerősöm járt oda, ő mesélte, hogy mentek oda szépen ki, nem tudom hány lemezes program, hazavitték, itt egy öt lemezes program, és akkor a negyedik lemeznék írta, hogy CRC -CR error, nem lehet kitömöríteni, jó, akkor várjunk egy hetet, kövül, következő vasárnap vissza, hogy akkor hibás a lemez, jó rendben, meg következő hétre megcsinálom neked, és akkor ké, megint egy hetet várni, hogy megcsinál, javított lemez megkap, és akkor egy két hetes átfutása volt annak, hogyha az egyik lemez hibás volt, úgyhogy minimum, vagy több. Megvolt annak is a maga parázsa, úgymond, de ugyanakkor a problémá is ezzel együtt. Már kis írja, hogy durva belegondolni, hogy mi volt 30 évvel ezelőtt a csúcs technológia, és mi napjainkban. Bezony. Bezony. El lassan a Ready Player van fog majd megvalósulni, ha most azt nézzük, hogy ugye most mi van, és mi lesz 30 év múlva. Ekkor a léptégű fejlődés van. Hát én, én ezért várom, amire már most is vannak próbálkozások, hogy ez még egy 20-30 év múlva hova jut el a hologram technológia. Én arra leszek kíváncsi. az az most megérem. már valóságban is működik, csak ugye nem, nem, annyira kiforrott még. Azért mondom, hogy már most is létezik, csak hogy hova fog ez eljutni. Hát, azért én az én az nagyon, azért, nagyon, nagyon várom, lenne. Az majd a teleportálás lesz. Az az! <laughs> Van, nem, vannak hát fizikai csak... bökkenők de ha csak az izébe gondolunk be, ami már most is, már 90-es években futott sorozat, vagy még előtte is, a Star Trek, a holofedélzet, ugye? Felsugárzás. Scotty. Hát a felsugárzás, de most a holofedélzet konkrétan most nem tudom, az kinek, ki az, aki egyáltalán nem látott Star, vagy nem hallott róla, szerintem nem olyan sokan vagyunk. Tehát a holofedélzet az konkrétan egy, egy szóba, ahol bemész, becsukódik az ajtó, és akkor ugye amilyen programot lefuttatsz, egy olyan világba ő átrepít Egyen, Híd. És akkor az teljesen olyan, mintha benne lennél, és élethű. Csak ott ugye már ott az AI generálja le a, a reakciókat a, az akár ellenfeleknek, program vagy éppen egy, egy kaland történetet, ezer millió dolog lehet használni. E, hát ez, erre kíváncsi leszek, hogy ebből mi valósul meg, vagy ehhez közelít egyáltalán az, amit ebből majd meg fognak valósítani. De az ötletnek baromi jó. Ha most rámentünk a filmekre, akkor itt én én, én rákerestem a, a 94-ben megjelent filmekre, most nem fogok nyilván mindent felolvasni, de néz a ha esetleg van valamilyen videóeltékos kapcsolat. És e, meg, is, meg is találtam itt, e, nyilván az oroszlán királyt, ugye, hogyha már a játék is jött, akkor a film is abban az évben készült, ez, 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 ez nem változott most sem. E, itt van a csillagkapu. A csillagkapu is 94-ben jelent meg, ez. ezt gondoltad volna? Ugye volt ebből is egy sorozat, ami kicsit ilyen futurisztikus, és, és ebből is készült videójáték. Em, a filmet nagyon szerettem egyébként, nekem nagyon tetszett. De nem gondoltam volna, hogy ez ilyen régi. Ez, ez, ez Jean-Claude Van ha nem tévedek. Nem, 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 nem. nem. nem? Az, a Csillagkapu nem. A Véresport volt a Van Az egy karatés, ilyen verekedős, halt film volt. A Csillagkapu nem Van damme előttem van az arca csávónak ilyen szőke szemüveges pali, de nem tudom, nem úgy driver. Uh, hasonlított Valamilyen. rá. Valamilyen... Ez a mindjárt. Hogy tényleg ő de volt, ez csak de, de szerintem ő a vizébe volt benne, a sorozatban volt benne az, az a színész. Na, a nagy filmbe is. Nagy filmbe is? Itt uh, Kurt Russell van, mint Jack O'Neill. Uh, Jay Davidson. Hát a többit azt, azt, azt nem ismerem. Hmm. De lehet. Jó, hát, igen, rég itt, volt. Itt a sorozatot én nem is láttam, mert nem is nagyon néztem. A nagy nagyfilmben nem arról, régen láttam. De tudom, hogy jó volt. Akkori szinten effekt, effektekben is nagyon jó meg volt csinálva. Nagyon átványos volt. Hát én ebből is lemaradtam. Én, én sose voltam nagy csillagkapú fan. Én a, a sotból talán, ha ha tévében elkaptam öt percet, akkor sokat mondok, a filmet nem láttam, én, én, én inkább, inkább, ha, ha Star-ról van szó, akkor Star Wars, meg Star Trek volt, nem Stargate. <gül> <gül> a <Cilakapuból gül> csak a sorozatban látta, igen, Márk is azt mondja, hogy csak a, a sorozatban látott pár részt. Uh -huh. filmből filmből nem. Eddig érdemes megnézni a, a, a eredeti filmet annak, aki nem látta, és a sorozat viszont érdekli, mert mert azon alapul elvileg az egész, tehát az eredet történet az egész sorozatnak, azt hiszem. És tényleg látványos. Tehát nagyon szépen megvan, a csinálva benne az effektek. Ahhoz képest, hogy az akkori technika az ugye sehol mint a mostani CGI-hoz képest, de, de nagyon jó. Ezt mindenképpen ajánlom. Hát akkor azt gondolom, Én hogy ő ő itt most a 90-es évről szerintem, amit tudtunk, azt mind elmondtunk, akkor most egy rövid adás lesz <laughs> az előzőkhez hát, képest. Ez most így sikerült. Ha csak még itt a többi nincsen valami észrevétel ezzel az évvel kapcsolatban, akármilyen tapasztalat, vagy, vagy személyesen átélt videátékélmény. élmény. Ja, most itt 50 filmet, és ebből igazából csak a, csillagkapu volt az, ami, ami nagyjából ide kapcsolik. Van itt egy, egy csillagkapu, Star Trek, igen, Star Trek Generations nevű film, a 94-ből, de hát ez sem mond nekem sokat. Ez, ez valami olyasmi lehetett, ami, ami ilyen kis off, off ö, mellékszál lehetett. Akkor volt a Holló film. Az hú, a Bruce lee a fia volt benne, hogy igen, hisz? Brandoli, igen. Brandoli. igen, igen, igen. És a, ott abban, a fordításon halt, halt meg, azt hiszem. A, a Vaktor igazi volt benne, vagy hogy? Igen, igen, igen. igen. Most fordult elő olyan mostanában nem tudom ezt, hogy sikerül nekik osztályozni, hogy hol a faszba kerül bele egy, -egy forgatás, és senki nem ellenőrzi, és ez már nem egyszer előfordult pedig. Hát igen, most meg... ugye két évvel ezelőtt kivel is? Nem. Valamilyen, valamilyen forgatáson történt, a West End forgattak, és, és a, a, a operatőr Csajci így, ha így, halt meg. Most megint nem tudom, ki, blok, ki a ilyen, ilyen ideknél. Hát nagyon jó. Szerintem ezeket főhasználják arra, hogy sumákba így, így, így el embereket, akiket csak úgy meg lehet magyarázni, hogy jaj, baleset volt. Ok okot. Ok. Az, 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 az az, az az, elég hihetetlen, hogy ezt nem képesek. És, és Ponyvaregény, Gump, ezek is mindebből az évből jelentek. Hát egyébként ezeket, ezeket, ezeket csipázom, a Ponyvaregény nagyja nagy Tarantino fan vagyok, és talán a Ponyvaregény lett magának világszintű hírnév. Talán, talán volt még, volt még előtt a kutyaszorítóban is, azt hiszem az is. Az is az is ö, hasonló időben jelent meg. Fégtelenül, ugye, kianurif Most olvasom, hogy a Need for Speed az 94-be csak 3 konzóra konzolra jelent meg, és PC-re csak 95-be portolták át. És DOS-ra még ráadásul nem is Windows-on. Tényleg? Mm. Akkor még föl készültem jól. Mégis <laughs> is kijött 94-be, csak akkor 3 ra és 95-be portolták PC-re, úgyhogy mégis határeset elfogadjuk, meg hát amúgy is mászkálunk az idő előre, hátra egy kicsit, úgyhogy szerintem ez nem, nagy probléma. Hát a, 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 igen, a Wikipedia azt mondja, hogy, hogy igen, 3D -óra, de az, 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 mi az a 3 Nekem, se, ismerős, az valami, valami próbálkozás lehetett, a, ez ami az aztán a behalt. a volt a Heroes Magic 3-nak a kiadója. Hát lehet, hogy akkor ők kiadtak egy konzolt is, csak aztán az nem lett sikeres, aztán úgy le, leálltak. Én nem is hallottam még róla, vagy én is nem nagyon rémlik, hogy igen, az, 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 Azt mondja, hogy az is egy konzol volt. Jó, én, én ezeket, ehhez még fiatal vagyok a 96-os, vagy a 95-ös konzolokhoz. Alien ez a, a 95-ös év az az, az, az reméljük, hogy már erősebb lesz. Elhozatalban. Tudunk is róla mélyebben, behatóban beszélni. Hát igen, ott a Warcraft 2 Command, and Conquer. Command and Conquer, így van már nagyobb címek. Műfajteremtő, vagy sorozatteremtő inkább. Több, 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 több olyan dolog van, ami egy kicsit fölingerli az idegvégződéseket. Na majd arról, most mesélek sztorikat, hogy Denvertől hogyan, hogyan kértem a, a játékokat abban az időben. <laughs> ő másolta nekem a CD-ket. Ó, hát akkor ez meg megint... Lesz, lesz mit sztorikat megosztani. Hát, be, be egy, egy, CD forrás, akik mindig irattuk a CD-t, és utána már többet nem, akkor most honnan szerezünk új játékot? Akkor meg ne kell keresni, hogy na, akkor ki ír CD-t. Ki az, aki hozzájut a forráshoz, az, aki, akinek internete is van, hogy le tudja tölteni a, a amit ki CD-re, úgyhogy ez megint egy hát, különös, külön, életforma. Én, én dekem általános sulis is volt, amikor ez, a CD írós korszak bejött, és akkor 500 forintért írták nekem a CD-ket, meg, amin meg volt nekem, azt is tovább írtam, 500 forintért. Úgyhogy az, az, volt, a, az volt, a, CD írós korszak. Az, az. Hát akkor az izé volt a probléma, a CD író volt marha drága még. Akkor nagyon drága volt. És egy jó CD író megtalálja ja, olyan ami, ami CD-t nem nem is, ami... 16-szorosan írt. Hát várjál, mert ott az volt a probléma, hogy a gyorsan írt CD az nagyobb esélye volt sérült, tehát úgyhogy nem tudta beolvasni a másik olvasót. Tehát lehet, hogy legírtad a CD-t, és te visszaolvastad a saját olvasóddal, de átvitte a másik gyártmányú CD olvasóhoz, az meg nem olvasta be. Igen, a, a 24-szeres volt a bevett jó sebesség. Hát az már később, eleinte a négyszeres is jónak számított, azért maradjunk annyiban. Hát a, a, az induláskor, igen, igen. Illetőleg audio CD-t másolni nem volt írdom most négyszeres fölött, már az is határ esett, mert akkor vissza időnként pattogott. Mert az audio CD olvasók azok valójában egy kicsit máshogy működtek, kényesebbek voltak erre. voltak ott ilyen apró trükkök. Meg hogy olyan CD-t vegyél, hogy ami kompatibilis a CD íróval, amivel elfutottunk ebbe, hogy tízes pak CD-ből kettő volt, félig olvasható, a többit hiába írta meg, és azt írtak, hogy hibátlan az írás, nem lehetett visszaolvasni, mert valahogy olyan Technológiával készült a cd most, hogy az az író éppen nem szerette. Úgyhogy megvoltak ott is az, az apró örömök. Ha hát, ja, ja. Az Express újságban volt hirdetés, szerintem itt ugye a CD-írásról volt szó, odaért a Denver, na meg az IRC chat szobák, azok voltak még akkor akkor menők. Minél lassabban a... kellett írnia, igen, a CD-ket, az, az volt a legjobb. Hát az Express újság sem mond nekem sokat, így ebben a, ebben a kontextusban. Térj a mi, hogy, a... Melyik ott az első PC guru, amit, amit, amit birtokoltam, megvettem. Itt gyűjtöm a polcon az összes, amit, amit korábban, korábban vettem. De szerintem nekem ilyen 2000, 2004 lesz az első, első szám, ami, ami megvan. Hát én még a, a, Commodore világot olvastam, meg a Cowboy volt az egyik író, arra mert emlékszem, a, mindig úgy szignózta a cikkeket de hát az C64 amíg a kategória, tehát 80-es évek, inkább 90-es évek elején, inkább azt mondom, hogy az még jóval előtte. Uh, itt írja a Tomi, hogy érdekes, hogy a legelső Playstation, a PS1, az 94-es szintén, akkor dobták ki az első playstation -t. Ezt tudtad? Nem, nem tudtam. És ez, ez, ez világszerte, vagy csak az USA-ban? Ez a, uh, Japánban? Hát ugye Ázsia, valószínűleg Ázsia USA volt egy időben, felvásárló piac. <laughs> nem tudom, nem tudom, de gondolom, hogy nyilván ott kezdődött, és aztán amikor sikeres lett, akkor terjesztették tovább. Kovbojt mondtál? Ővé volt a levelező rovat is. Mhm. A Az az, Azaz. Azaz. Na jó van, hogy akkor itt most én, csak engem vagy meg vagyok mentve kibúvó uh, gyanánt, nem tudok, hogy ezt hozzá, de ti, itt jól elbeszélgettek. <gül> <gül> hát ez, ez, egy másik, másik korszak az még kicsit, előrébb volt. Hát ő 94-ben én még egész pontosan 8 éves voltam, úgyhogy nekem még, nekem még ezek, ezek később jöttek be. Na. Na jó van. Hát hogyha ennyi, vagy még egy srácok, akartok itt valamit hozzáfűzni? Ehhez a, ehhez a témakörhöz? Élőben, cseten, itt Tomi löki nekem az infókat itt a, a, az adott korról, csak hát, az Alien vs. Predator 94-es videójáték volt először, ami Capcom fejlesztett, és CPS-2 arcade játékrendszerhez, erről hallottam sose, ö, és hogy játéktármi gépekre jött ki először 94-ben. Mm -hmm. Igen, itt Aztán... láttam ezen azon istám uh, Alien vs. predator -t de ez, ez valamilyen, valamilyen másik ö, platformra jött, mint amit, mint amit a, a, a fő listám mutat, úgyhogy ezt nem is vettem be a videóba, de igen, az is, az is itt van. Aztán később jött PC-re egy AVP, ami két cd volt már, de hát grafikailag az nem volt, akkoriban jó volt. Utána a későbbi AVP-hez képest már sehol nem volt, de hogy mondjam, immerzíve, bocsánat, beleélősi szempontból az első AVP volt a legdurvább. Tehát az olyan szintű horror volt, a második cd a semmi más nem volt, csak egy audio CD, amit elnyitottad a játékot, beraktad az audio CD-t, hogy játssza közben a hozzátartozó audio lemezt, és olyan zenék voltak, hogy tényleg azt a kurva horror hangulatot, ami a játék, vagy a filmekben megvolt, volt, egy az egyben. Miatt azzal mm, lamba játszottunk, emlékszel, Tomi? Mikor a bátyádat megijesztetted, hogy benyúlta az ablakon és átkaroltad, ő meg majdnem kiugrott ilyetébe? Ez <laughs> nagyon kemény volt. <laughs> De azt majd, majd úgy is előszedjük, hogyha sorra kerül, már az is 90-es évek hamarosan egy táradás múlva elő fog kerülni, mert akkoriban jött ki valahogy. Az, az, nagyon ott volt. Jó, hát majd akkor ezt megbeszéljük itt magunk között, szivarot is ugye belevesszük, hogy, hogy akkor a következő hány évet öleljük össze, és akkor azokról fogunk beszélni, hogy tényleg eljussunk ahhoz a, ahhoz a, 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 a periódushoz, amikor már mind a hárman effektív tudunk élményeket megosztani a, jaj, a lehet pc, kicsit, PC korszakról. Összevonjuk majd az éveket egy picit itt a 90-es évek végén, egészen míg eljutunk odáig, hogy, hogy már van miről személyes élményt megosztani mindenkinek. Igen, igen. Hát szerintem akkor így a magyarást ezt így legyen, be is nem? Szép lassan. Hát körülbelül igen, úgyis lassan egy órához közeledünk. Ugye most megint csak ketten voltunk szívan remélhetőleg már jön a, a következőre, és akkor és akkor kitohatjuk ugyanúgy megint másfél órára a, a témát. Mondom, akkor megbeszéljük, hogy, hogy hány évet hozzunk össze. Így van. Igen, le lehet, hogy két-három év az, az, az jó is lenne egy adásra, és akkor az körülbelül ez, ez egy hónap, és akkor ö, március addigra pont nem itt, de majd akkor megoldjátok a, a többit, a 2000-es évektől. A retrót. Lehátékázod nekünk a melót, köszi. Kénytelenek lesznek most a műsort vezetni. Jó, ja, hát akkor én köszönöm szépen a, a részvételedet, hogy jöttél megint, ma is. Találkozzunk két hét múlva mindenképpen, ugye a, a szokásos havi a, a talksonkon is, amikor is a, a januári mivel játszottunk kategória lesz kibeszélve, illetve a februárban érkező játékokról lesz szó. Remélhetőleg most már kicsit bővebb lesz, mint ami a januári volt. Ugye nem tudtunk csak nem hány öt játékról beszélni, ha volt öt. Ja. De, de meglátjuk, <laughs> hogy lesz a következő. Ugye ez az adás, amiről most beszéltünk, ez a, a havi megbeszélős, ez február, gyorsan puskázok naptár, február másodikán, harmadikán esedékes? Február harmadikán Öm, én akkor igen. lehet, hogy már ezen nem leszek itt, elmegyek gyorsan sírni. Mm. <laughs> aztán, Na aztán a következő meg már, a következő retro, retro meg már itt leszek. Úgyhogy azt, azt vagy nélkülem csináljátok, vagy, vagy akkor elnap, elnapoljuk péntekre, vagy vagy valahova. Hát eltolhatjuk igazából. Az egy nap ide vagy el, szerintem nem olyan nagy katasztrófa. Jó. Tehát ezt majd megbeszéljük még eddig. Megbeszéljük, igen. Mi, mindenképpen mi, mindent közlünk felétek. Ö, részemről ez a videó föl lesz a Youtube-on, visszanézhető formában ugye bármikor, Így szerintem Saller is ezt fogja tenni. És ö, ö, akkor én még egyszer köszönöm nektek a, 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 a neked a részféltet, és nektek pedig a figyelmet, srácok, örülök, hogy jöttetek. Mind a két oldalon, sarlán nézők is, jó, hogy itt voltatok. Sziasztok mindenhol, én is elköszönök, és én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Nagyon, nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy hétről hétre itt vagy velem, és, és ezeket kibeszéljük. Még akkor is, hogyha kicsit rövidebben, mint a tervezet, de... Hát, mi, mi, mire meg ráhúztunk a... rendesen. Tehát akkor meg... Nem, egy átlagban meg lesz az egy óra, szerintem azért. <laughs> Plusz-minusz. Uh, nálam itt most jelenleg ez csak egy uh, kis szünet uh, lesz. Én ezután fogom folytatni a New Cycle-t, amit tegnap elkezdtem, úgyhogy ha van akkor tartsatok velem. Egy tényleg egy 5 perc szünetet tartok, aztán, aztán jövök vissza. Sajnál so, mit kezdesz még a ma estével? Hát uh, én nem terveztem már a már semmit. Holnap délután még esetleg, illetőleg holnap este a szokásos SnowRunner. Ez, ez ami, ami fix. De aztán nincs kizárva, hogyha most éppen kattam valami megiszok egy kávét, vagy itt tudom van venni, és akkor lehet, hogy én is belökök valami szinglükbe, jár valamit majd meglátom. De ne vegyetek rám érget, nem ígérek semmit. Jól van. Na, akkor még egyszer köszönök szépen mindenkinek mindent, és akkor jövök vissza 5 perc múlva. Sziasztok! Sziasztok, hello, hello!